Cynthia úgy döntött, hogy párját Viktort küldi harcba, 16 sörös rekeszt fog maga alá építeni, és nem kér más, csak annyit. Drágám, add az életed! Az azért kemény lesz. Na lányok, srácok! Kicsit kopár a stúdió, de ettől függetlenül a kopár stúdióban csak rád irányulnak Viktor, a fények. Beragyogod az egész stúdiót. Beragyogod, és még mennyire be tudod ragyogni, ha megcsinálod a maximumot? Mindig a legfelső rekeszen kell, hogy állj, tudod? Tehát amikor elveszed a rekesz majd a kis segítőnktől, akkor majd neked a legfelsőn kell, tehát nem lehet az, hogy a harmadikon állsz, és ide teszed, és felmászol rá, mint Maugli. Viktor, szerintem kapjál fel magadra egy lucit. Ez nem jó, ami rajta biztosító, nem, kapsz egy biztosító kötelet. Ezt, hogyha komolyan veszi, akkor ez egy ilyen bónuszjáték. Szóval azért ezt a feladatot választotta neki még maximum pontszámmal is, illetve ládaszámmal, mert azt gondolom, hogy neki bizonyítania kell mindig. Viktor, te milyen jól nézel ki? A pók. 16 darab láda, amit magad alá kell raknod, és a végén pedig nagyon fontos, a legvégén fel kell állnod a tetejére, és 5 másodpercig ott kell állj a tetején a ládának. Azt eddig nem mondtad. A legfelsőre. Legfelső szekrényre. Akkor mondod el a hegyi beszédet. Viktor, csak annyi a legfontosabb, hogy ne kapkodj, mert nincs most idő. Kötnek be. Jaj, hallod ezeket a csatogásokat? Úristen, most elkezdett a szívem olyan gyorsan kalapálni. Vizsa meg a szíved? Nem. A hasad vizsa. Cynthia, amikor kimondod, hogy drágám, add az életed, és meglebegteted a szónyát, gyere ide mellém egyébként, ott rád esik a láda, és akkor baj lesz. Ajaj. Ha elvesztünk, akkor nem tudom, hogy mit kezdünk magunkkal. Egy kicsit most izgulok amúgy. Drágám, add az életed. Adom. Gyere, hátra vissza. Ja. És mivel Viktor, hogyha egy oldalt másznál, az lehet, hogy ez nem jó. Hát egy idő után biztos, hogy Viktor, neked kell kérni a ládákat, amikor tudod, hogy stabil vagy, akkor a ládákat. Az úgy hogy lesz szívem? Ja, igen. Várja. Ha? Így fog kibillenni az egyensúly, nem? Viktor, te kéred mindig a rekeszt, jó? Amikor érzed, hogy stabil, te kérd a rekeszt, akkor fogják odaadni. Jó. Nyugodtan megállhatsz, kifújhatod magad. Nem időre megy. Jöhet. Viktor, már most büszke vagyok rád. Még az öt sincs meg. Nem baj, akkor is. Most már lehetsz, mert megvan az öt. Gyere, komám. Nem, lehet, hogy fel kéne építeni egyszer az összes, és a végén felmászni. Nem, jó. Viktor, magasodik amúgy. Nagyon ügyes vagy. Aha, most elkezdett inogni a cucc. Ez a hatodik. És 16-ot kell. Még egy tizet be kéne pakolni alá. Hát figyelj, az a tízes ide vagy oda. Jaj. Oké, jöhet. Félsz amúgy? Nem tudom, én még nem éreztem. Én azt hittem, hogy nincs tériszonyom. De most így ugyan rekeszeken kell állni. Azt mondtad, hogy isteni erőm van, nem? Igen. Te milyen kedves vagy. Na. Hazvagyunk és megmosom a lábadat. Jó. Már nincs olyan sok. Aha, persze. Gyere, komék! Gyere, komék! Ez a 9. Gyere, barátaim, adjad azt a rekeszt! Ez a 10. Viktor. Ha ez megvan, akkor még 6-ot kell magad alá tenni. Viktor, figyelj, te vagy a legigazi férfi, akárhogy is mostantól történik. A 10-től már igazi férfi az ember?
Na. Na, figyelj ide. Még maradj ott egy kicsit a pihenet kell. Jó, jó, jó. Nem időre megy, addig fújsz, ameddig akarsz. Oké. Úristen. Ez a 11. Hopp, 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 hopp. Tartsd meg, nem kell kapkodni, Viktor. Koncentrálj. Koncentrálj, nézd meg, hogy... Jaj, látod? Ezt egyik fiú se tud már ideig eljutni. Úristen. Legalábbis így fizikailag. Csak már jutnék el az orgazmusáig a történetnek. Tartsad, Viktor. Úgy izzad a tenyerem, mint egy... Jó, nyugi. Mint egy lónak a hátra. De azzal törőd, hogy az működik. 12. 12. kezd. Amúgy, ha akarod, le is jöhetsz, Viktor. Hogy akarnék lejönni? Nagyon féltem. Miért fog meg, hogy izzad a tenyerem? Hát szerinted az enyém hogy izzad? Anyám. Anyusza. Ez a 13. Viktor. Már csak ezután 3. Beleakadt. Úristen. Úristen. Stabil? Aha. Nem. Jöhet a következő? Nem, az a baj, most már én nem vagyok stabil, de stabil vagyok. Jöhet a következő? Mindig is stabil voltam. Várjál már! Nagyon büszke leszed, amikor ezt visszanézed tévéből. Tudom, édesapám. A lábad nincs. A lábad nincs, hát a másik, igen. Igen, okay. Emlékszem. Nyugi, nyugi, nem is kell még feltenni, nem azért mondtuk, nyugodtan. Nem akarom, hogy leesse, nem tudjuk most lehozni. Szinti, hagyd abba, mert leesek. Várja. 14, ha ez megvan. Nyugi, 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 nyugi. Rajta van? Egyensúly rajta van, nyugi, egyensúly. Ez a 14. tesz. Nyugi. Ilyenkor hova kell lenézni? Vagy... Sehova, gondolkozz el, hogy merre fele ibolyog, és utána azzal próbáld kibalansolni. Van idő, bőven. Figyelj az egyensúlyra, Viktor. Egyensúlyt maga, kicsit kérem. Kicsit nem dicséred meg. Nagyon ügyes vagy eddig, Viktor. Azért kerekedik az a szem, ami rajtam van, és én használom. Még kettő van? Igen, de fel kell, fel kell állni, mert addig még nincs meg a 14. Lassan már azt is fogod látni, hogy a föld kerek. Nincs gömbölyük. Az csak 3500-ról látszik. Nem esik le. A haverotok eléri a dolgokat azért? Nyugodj meg, a haverunk mindenre fel van készülve. A tekomád volt, Viktor. De innen... Ha. Ne beszélj, Viktor, ne beszélj, 15. most Viktor, koncentrálj arra! Azt a... Nem akarok csúnyát mondani, de valahogy ez ilyen reflexből jön ilyenkor. Úristen. Az embernek. Nagyon durva. Hánál tart? Kitartás, győzünk. Hogyha fellép rá, akkor 15. Ha fellépsz rá, 15. A nevem Viktor. Viktor nagyon mozog. Nem, hogyha Peti nem mondja el neki, hogy a nevem nem, akkor nem Viktor. Nyugi, nyugi, nyugi. Nyugi, nem időre megy. Nyugi, nem időre megy. Pihenj, pihenj. Gondolkozz el, hogy merre dőlt, hozz vissza balanszba. Om Namah Shivaya. Ez az utcsó? Várj, 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 várj! 15. Feladjuk a 16-at, arra is fel kell állnod, Viktor, és ha felálltál rá, akkor 5 másodpercig ki kell, hogy tartsd. Vissza fogunk számolni. Nyugi, nyugi, rajta nyugi. Van? Ezt te érzed csak? Hát én nem. Most úgy tűnik. Pedig ezt te tudod. Nyugi, 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 rajta van, lehet. Van még?
Nincs, ez a 16-dik, ha erre felállsz, de ne kapkodj, akkor 5 másodperc után megvan a feladat. A tetejére kell állnom? Nem, a ládára. Ja. Úgy, ahogy az elő. Ja, ahogy a többire. Nyugi, balanszolt ki, Viktor. Mondjátok azt, hogy még van egy, és akkor fel tudok rálni. Nem mondjuk azt, az utolsó. Létszik, mondjátok azt. Szinti, mondd már azt, hogy még van egy utolsó. Viktor, remek kezem, lábam. Mondd már azt! Ez az utolsó előtt. Ne azt, igen, jó. Jó. Azt a... Nyugi, Viktor, ne kapkodj! Ne kapkodj, Viktor, kicsit hozd vissza. 1, 2, 3, 4, 5! Megvan! Nyugodtan dőljél! Ugorjál, nyugodtan! Várjál, fölállok rá! Akkor állj fel rá! Ne, Viktor! Szerintem! Én nagyon szeretek, hogy állj kessi! Juti! Úristen! Miért szere meg? Nagyon jó! Ez az! Ez a világ teteje. Szintia, innen mondom azt neked, hogy szeretlek. Ebbe az életembe és a következőbe is.